Én nem mondom, hogy válságban van a párt, azt látjuk, hogy ki kell találnunk egy új megközelítést a Magyar Péter jelenség kapcsán, hogy most akkor hogyan tovább. Ha most Magyar Péter az, aki a remény szikráit visszaadta, és ezért elkezdett éledni a társadalom, akkor ennek nekünk örülnünk kell. Az, hogy pontosan ez hova fog kifutni, azzal kapcsolatban nyilván nekünk is vannak kéteink. Önkormányzati és európai parlamenti programbemutatót tartott a Momentum péntek délelőtt Budapest belvárosában. A közelgő választásokról, a hegyvidéken elszenvedett előválasztási vereségről, és természetesen Magyar Péterről is kérdeztük a Momentum politikusait. Hétvégén a 12. kerületben ellenzéki előválasztást tartottak, ahol Kovács Gergely, a kétfarkú kutyapárt elnöke, hát jelentős fölénnyel megnyerte ezt a választást, ő lesz az ellenzék polgármester jelöltje ott a Fidesszel szemben. Hogyan értékelik a Momentumban, hogy az önök jelöltjét még egy civil is megelőzte, és igazából csak a harmadik helyre sikerült befutni? Intőjelez így két hónappal az európai parlament és önkormányzati választások előtt? Én ebből azért nagyon sok következtetést nem vonnék le az országos politikára nézve. Budafokon ugye néhány szavazattal maradtunk le az összes többi párt által támogatott jelöltől, úgyhogy én ezt így is kezelném. Nyilván egy másik kerületben mondjuk lehetne ez pont fordítva, és azért azzal hízelgek talán a munkámnak, hogy Terézvárosban lehet van ilyen előválasztás, akkor egy akár egy kutyapárti jelöltet is jelentős előnnyel vertünk volna meg. Úgyhogy emiatt szerintem nem szükséges ezt komolyabban kielemezni. Most dolgoznunk kell viszont azon, ami ennél sokkal fontosabb, hogy az Európa Parlamenti képviselőnek a munkáját, a munkájának a gyümölcsét, eredményeit ről tájékoztassuk a választókat. Erről fog szólni a következő 50 nap, meg persze arról, hogy milyen önkormányzati sikereket értünk el, amire nagyon büszkék vagyunk mind 8. kerületben, mind Terézvárosban és szerte az országban, akár ellenzékből is. Az elmúlt hónapokban azért a közvéleménykutatásokban az látszódott, hogy a Momentumnak jelentősen visszaesett a támogatottsága, főleg Magyar Péter megjelenése óta. Kijelentető, hogy válságban van a párt, és erre volt egy üzenet hegyvidéken ez, vagy a kettő dolgot azért érdemes szétválasztani? Azért érdemes szétválasztani. Egyrészt gratulálunk Kovács Gergőnek, tehát megnyerte, ő lesz a közös jelölt, nagyon reméljük, hogy fog győzni majd június 9-én. Én nem mondom, hogy válságban van a párt, azt látjuk, hogy ki kell találnunk egy új megközelítést a Magyar Péter jelenség kapcsán, hogy most akkor hogyan tovább. Illetve azért az látszik, hogy tegnap itt, pont itt az 5. kerületben meg Juhász Péter azért elsősorban Momentum támogatással meg tudta nyerni az előválasztást, amire nagyon büszkék vagyunk, és neki is sok sikert kívánunk. Lehet az, hogy nem volt a legjobb jelölt, akit a Momentum találta a 12. kerületben? Szerintünk Farkas Csaba nagyon jó jelölt volt, de nagyon más jelölt volt, mint Kovács Gergő, és nagyon más jelölt, mint Visi Piroska, és most úgy döntöttek a választók, hogy inkább Kovács Gergőre kíváncsiak. Miért ismerik az ő munkáját? Tehát tényleg, amit ő az elmúlt 4,5 évben letett az asztalra, fantasztikus, és most ennek meg lett az eredménye. Én nem szeretek visszamutogatni, vagy azt mondani, hogy emiatt vagy amiatt, megyünk előre, tehát hogy ők nyertek, gratulálunk, sok sikert. Én azt gondolom, hogy a hegyvidéki előválasztás egyrészt szólt arról is, hogy tényleg, amiről beszéltem, hogy teljesen új politikai helyzet van. A pártellenesség egy olyan szintre nőtte ki magát, ezt mellettük az influencer tüntetéskor is, amiben egy picit máshogy állnak fel a választói térképek. Ezzel semmi baj nincs. Én azt gondolom, hogy jó, hogy volt előválasztás, amit azért itt főzünk hozzá, Momentum nélkül nem lett volna előválasztás, mert nem csak a szoftvert mi fejlesztettük, de kiharcoltuk, hogy végeredményben lehessen előválasztani. Pontosan azért, hogy a vitás kérdések ne a kampány alatt egymást mérgezve és végül a Fideszt hatalomra juttatva történjenek, hanem ezeket a vitás kérdéseket intézzük el. Mostantól kezdve a hegyvidéknek a közös polgármester jelöltje Kovács Gergőnek hívják, és mi támogatni fogjuk ebbe, hiszen nekünk a végső célunk az, hogy ne legyen fideszes vezetésű hegyvidék sem, hanem az egy szabad kerület legyen, és meg tudjunk valósítani mindent, amit korábban terveztünk, de a fideszes többség nem engedte, hogy megvalósíthassuk. Ebben, ahogy Kovács Gergő is nyilatkoztak, korábban is együttműködtek a helyi momentumosokkal, és ezután is együtt fognak működni. Úgyhogy azt gondolom, hogy innentől kezdve mindenki nézzen előre, rengeteg munka van, az a kerület még nincsen megnyerve. A közelgő európai parlamenti választások előtt azért egyre relevánsabbá válnak a különböző közvéleménykutatási adatok. Most az látszódik, hogy azért a Momentumnak már sok közvéleménykutató intézetnél az egy mandátum is kérdésessé vált, nem az, hogy két európai parlamenti képviselőt sikerül-e kiküldeni Brüsszelbe és Strasbourgba. Mindig el szokták mondani a politikusok, hogy nem közvéleménykutatásokat kell nyerni, hanem a választásokat, de azért ez lehet némi intőjel. Hadd osszak meg egy személyes történetet, 2019-ben, amikor indultam polgármesternek Terézvárosban. Valamikor,
talán március környékén csináltunk egy közvéleménykutatást, abból az jött ki, azt hiszem, hogy 70-30-ra vezetett az én ellenfelem. Ezek után ugye közel 60%-kal vertem meg. Szóval én ezért nem hiszek, és tudom, hogy ez közhelyesnek hangzik, de nekem személyes reményem van azzal kapcsolatban, mennyire nem számít. És most is, amikor mondjuk hasonlókat mérünk az ellenkező irányban, Terézvárosban, én ugyanolyan keményen fogok dolgozni a következő 50 napban, még ma, hogyha 51, számoljuk így, mint hogyha azt mérnénk, hogy nagyon kiéletett a helyzet. És ugyanez igaz országos politikára. Nekünk nem ezzel kell törődnünk, hanem azzal, hogy elvigyük ezek az eredményeket. Engem személyesen is megdöbbentett az a statisztika, amit ugye megjelent a sajtóban az elmúlt hetekben, hogy Csekatka és Donát Anna mennyire sikeres, és kiemelkedik Csekatka Katalin egyébként, mennyire sikeres LP képviselők, és mint Momentumos ez így meg is melengetik is a szívemet, hogy én, aki nem ezzel foglalkozom, mivel kevésbé jutnak el hozzám ezek a hírek is, és most így a arconcsapat. Én azt gondolom, hogy azok a választók, akik támogatták 2019-ben a Momentumot, ők pont az a tudatos réteg, aki ezt látja. És aki egyébként lelkesedik, mondjuk akár Magyar Péterért. Mert tényleg jó ezt megélni ellenzékiként, hogy nem egy ilyen unalmas, nem mindig Orbán Viktor elmondja a péntek reggeli, nem tudom, kis beszédkét a Kossuth Rádióban, meg jön a Megafon, meg ilyesmi, hanem így pezseg valami, de ez nem jelenti azt, hogy ezek az emberek, akik mondjuk ettől politikailag is érzékenyebb, érdeklődőbbé válnak, ők rögtön behúzzák az X-et valakire, akivel egyébként nem biztos, hogy értenek a világ dolgaiban, és egyre több dolog jön ki ilyen szempontból. Úgyhogy legeurópai pártra szerintem fognak elegen szavazni ahhoz, hogy megtartsuk a két képviselőnket. Nem többen torpant meg a Momentumnak a lendülete, mi lendületesen megyünk tovább. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 5 éves európai parlamenti munkánk Csekk Katalinnal a záloga annak, hogy mi most már nem bianko csekket kérünk, hanem felhatalmazásnak a munkának a folytatására, és azt kérjük, hogy a támogatásuk az emberek segítsenek, hogy minél több Momentumos tudja ezt a munkát elvégezni. Minden statisztika és minden azt mutatja, a legeredményesebb európai parlamenti képviselők vagyunk. Ráadásul a választók szemében is a leglátványosabb munkát mi végezzük, azaz azt jelenti, hogy sikerült hazahoznunk az európai munkát, mint 5 évvel ezelőtt azt mondták, hogy lehetetlen. Nem lehetetlen, csak bele kell tenni a munkát. Úgyhogy mi erre kérjük a választóknak a bizalmát, és teljes lendülettel és teljes magabiztossággal megyünk ezen az úton, hiszen büszkék vagyunk arra, amit eddig is elértünk. Az időzítés az egy iszonyatosan fontos dolog. Magyar Péter, másik mondom, amikor a kegyelmi botrány első 2 hete volt, akkor a Momentum azt, szerintem azt tette, amit egy ellenzéki pártnak kell tennie, tüntetéseket szervezett. Szinte az élére állt ennek a dolognak. Így van, ott föl is mentünk 9%-ra, most meg visszacsökkentünk, mert most az időzítésben Magyar Péter csinálta jobban azt, amit kellett. Meg kell tanulnunk ebből tovább menni. Én úgy gondolom, hogy az egy képviselő az minimum, de hogy mindenki, aki ezt nézi, azon gondolkodjon el, hogy ha 2 olyan képviselő van, aki többet tett le az asztalra, mint az összes többi EP képviselő együttvéve, akkor érdemes-e mondjuk úgy, hogy a járatlan úton elindulni, és nem érdemes először a biztos jó képviselőket megválasztani. Szerintem Katkát és Annát vissza kell küldeni az EP-be, mert olyan jó munkát végeztek, amit Magyarország 2004 óta nem látott. Mindenkinek az a célja, hogy minden hamarabb rendezett viszonyok között, demokratikus viszonyok között tudjunk újra versenyezni. Ha most Magyar Péter az, aki a remény szikráit visszaadta, és ezért elkezdett éledni a társadalom, akkor ennek nekünk örülnünk kell. Az, hogy pontosan ez hova fog kifutni, azzal kapcsolatban nyilván nekünk is vannak kéteink. Miért? Mert még nagyon keveset tudunk. Erről is beszéltem ma nagyon sokat, hogy emiatt nem tudom elfogadni azt, hogyha valaki ököllel belemegy ebbe a történetbe, nem, csinálja jobban, mint ami történik. De Magyar Pétertől se láttuk még egyelőre, hogy mi fog történni, csak az, hogy az emberek most úgy érzik, hogy végre valami elkezdődött. És a kormányváltás egy ilyen lendülettel, egy ilyen hittel kezdődik, és utána jön rengeteg politikai munka. Ebbe a politikai munkába a Momentum eddig is belerakta magát, és ezután is bele fogja tenni, és akkor itt emlékeztetek megint mindenkit arra, hogy ahonnan az egész elindult, az a Momentum kőkemény politikai munkája volt. És mondom, erre büszke leszek, akárhogy alakulja június 9-én az eredmény.